Babazárni és Tenyi Janikószki Éva általános iskola ballagási ünnepségén. Kiemelten köszöntjük e délelőtt főszereplőit, a végzős diákokat. Kedves nyolcadikasok! Megérkeztetek. Együtt az évfolyam, de osztályonként ültök. Egy csoportban, mégis külön-külön. Olyanok vagytok, mint a pitypang bóbitája. A pitypangé, melyet a risznyátokon is ott van. A pitypangé, mely a termeteket is díszíti. Együtt a sok kis szálacska, egyetlen nagy buborék. Olyan finom, olyan légies. Még együtt, de már útra készen. Egy fuvallat és száz felé szálltok. Száz után előttetek, és mi olyan szerencsések vagyunk, hogy még veletek lehetünk. Még egy kis időt kérhetünk, hogy meséljünk a Big Bangról. Hogy miért a Big Banghoz hasonlítunk benneteket? Ismeritek ugye? Olyan szép kis sárga világ. Reggel kinyitja szívmait, este becsukja. Együtt lélegzik a világ mindenséggel. Mélyen beleereszti gyökereit az anyaföldbe. Sose virágzik egyedül, nem mutogatja magát. Mindig sok testvérkével együtt virágzik. Nem lármázik, nem mondja illatát. Bárki, vagy bármi meg is előtte, őszintén rámosolyog. Azt gondolná az ember, hogy ennek a kisfiáknak már igazán is semmi titka. De van. Ez akkor derül ki, amikor egész hirtelen átalakul a sárga pitypang azzal a fehér kerek bóbitával. Próbáltam megfigyelni pitypangokat, de csúnyán ennél nagy pitypangot sose láttam. Nem tudom, hogyan csinálja. Előző nap még ott volt a sárga virág, most meg ott van az az áttetsző, minden magotján ott van az icipici ejtőernyő. Azután jön a szellő, elviszi a magmakat. Látni, hogy röpködnek. Nem visznek magukkal semmi fölöslegeset. Csak az a kis kemény magszártóba, és benne az élet egész titka. Amikor elrepült valamennyi mag, akkor megmarad a kopaszfejű pitypang. Úgy tűnik, nem haragszik a pitypang, hogy így elcsúfult. Mintha azt mondanám a kocsmájnak. Menjetek, menjetek! Jövő tavasszal én már úgy sem vagyok e világban. Ti majd tovább éneljétek az élet rúgószát. Ilyenek vagytok ti is, mint a pitypang tavaszálló magvai. Nem visznek magatokkal semmi fölöslegeset. Csak a lényeget. A titkot, amit magatokban úgytok. A barátságokat, a mosolyokat, a szerelmeket, az emlékeket. Csak a lényeget. S hogy mi a lényeg? Erről beszélnek a végzősök. Kedves tanárok, szülők, diáktársak! Tisztelt meghívottak! Elgondolkodott azon, vajon közülük valaki, hogy hány napot jártok eddig iskolába a 8 év alatt? Biztosan nem. De mi kiszámoltuk, hogy nagyjából 1440 napot jöttünk az iskola, töltöttünk az iskola falé között. Soknak tűnik, és még annál is többnek érezzük. Most itt állunk az 1440. napon. Mintha csak tegnap kezdődött volna a tanév, az álmos hétfő reggel, a véget érni nem akaró pénteket, a megszámlálhatatlan sok tanulra, néhány rövid szünet, sok kellemes élmény, kemény megpróbáltatás és néhány kellemetlen emlék. Az érzékelés azonban csalóka, az idő relatív, az átélt élmények minőségtől függ. Alig hiszük, de újra itt állunk a ballagás ünnepségen. A díszlet és a szereplők ismerősek, de a szereposztás megváltozott. Tavaly kibúcsúztattuk az előttünk járó évfolyamot. Kicsit irigykedve néztük őket, hiszen ők teljesítették már a felvételi vizsgák követelményeit. Tudták, hol fognak majd tovább tanulni. Úgy láttam, nyugodt bizakodással várják a középiskolát.
Most érzékeljük csak, hogy bennünk is jegyes érzések kavarognak. Vonz bennünket az ismeretlen, és kíváncsian várjuk a változást. Félünk az újtól, és még maradnánk. Átjárt bennünket a búcsúzás fájdalma, és a megnyíló lehetőségek izgalma. Akarva, akaratlanul, örömmel beszélsz szorongva, de már nem kell. Szívesen emlékszünk arra, ahogy összetartunk, közösségé váltunk. Az együtt töltött idő, a közös programok, a mindennapok problémai összekovácsoltak bennünket. Megtanítottak arra, hogy mások vagyunk ugyan, de néha közösen gondolkodhatunk, és tisztelhetjük a másik véleményét, ha nem is mindig értünk vele egyet. Rájöttünk arra, hogy könnyebb úgy küzdeni a nehézségekkel, ha segítünk és támogatjuk egymást. Megfelelő alapok nélkül egy ház is könnyen összeomlik. Ilyen az ember élete is. Múlt nélkül nincsen jövő, gyökerek nélkül nem lehet repülni. Az elmúlt 8 évben azért jártunk ide, hogy alapokat kapjunk, olyanokat, amelyekre bátran építhetjük a jövőket. Bárhol eltelt ez az idő, mégis meghatározó része az életünknek. Köszönjük azoknak, akik velünk voltak, és segítették bennünket ezekben az években. Szeretném megköszönni tanárainak, hogy átadták tudásukat, és azt a sok szeretetet, amit kaptuk tőlük az évek során. Köszönjük, hogy számíthattunk rájuk, kereshettük őket, amikor bajban voltunk. Kedves szüleink, köszönjük a támogatásotokat, türelmeteket, a ránk fordított időt és energiát. Viszont kicsit zavarban vagyunk, mert nem lehet zavarba foglalni, mennyi mindent kaptunk tőletek. Mindenkinek, aki valamit adott, aki azért dolgozott, izgult, aggódott, bosszankodott, hogy jobb emberek kívánhasson. Olyannál, aki érdemes arra, hogy bosszankodjanak miatta, hogy aggódjanak érte, és hogy szeressék. Vannak vidékek viselem, kár a bőrt a testemen, meggyötörtön is gyönyörű tája, ahol a keserű számban édessé édesül. Vannak vidékek legbelül. Írja Kányádi Sándor. Hálába tartozunk, mert gyönyörű belső táját kaptunk ajándékba. Kedves ballagmagyarázatosok! Itt én ránk, hetedikesekre várt a feladat, hogy valami igazán szép és emlékezetes ballagási beszédet írunk nektek. El is kezdtük összeszedni azokat a dolgokat, amelyeket ilyenkor ballagási műsorokban szoktak mondani. Ilyeneket például, hogy kívánjuk, hogy a továbbiakban is legyetek eredményesek. Elhagytok egy biztos pontot. Legyen az életetek utazás, haladjatok afelé, amire vártok. Életetek egyik fontos szakasza örökre lezárult. Hagyjatok magatok mögött mindent, amit cipálni nehéz. Túl vagytok egy nehéz tanévet, még egy dőszövet is eszünkbe jutott. Megszállhatjuk a pármazott padokat, hogy mindig testbeli szoktatok. Mindenki kérdezgeti majd, hogy mely is mi van, megyünk tovább. Steffi néni dupla adag repetáltat, hiszen mi már 8-osat veszünk. Hortás Éva néni már a szemünkből is ki tudja olvasni, hogy éppen melyik cuccunkat hagytuk el. Murika néni pedig már nem nyusz és sebb tapaszt ragasztat értünkre. Ráadásul már sokkal rögtönösebbak leszünk, és villámgyorsan ki tudunk térni a rohangáló is elsősök elől. Apropó elsősök, jövő szeptembertől mi még nagy 8-osok leszünk, ti viszont újra is elsősök. Egy új, először idegen helyen, egy másik iskolában, mivel most tényleg elhagytok el biztos pontot.
Magatok mögött hajtok mindent. Életetek egy fontos szakasza lezárult. Ráadásul egy nehéz tanéven vagytok túl, amit mi még nem mondhatunk el magunkra. És a legjobb, amit most kívánhatunk, hogy legyetek tovább is sikeresek, eredményesek, és legyen az életetek egy csodálatos utazás. Haladjatok afelé, amire vágytok, és legfőképpen legyetek boldogok. És hogy a boldogságot ne csak prózába kívánjuk, fogadjátok sok szeretettel a negyedik és hetedik évfolyamos diákok és tanárok közös ajándékát. Kedves szülők, kedves hozzátartozó kollégáim és nem utolsó sorban ballagó diákjaink. Sok szeretettel köszöntelek benneteket ezen az amúgy hetedikesek által vidámeltett napon, mert azért mi tudjuk, hogy mégis nehéz ez a mai nap. Készültem még minden évben, de összehajtottam a papíron. Tettem ezt azért, mert ehhez az évfolyamhoz nem tudom úgy viszonyulni, mint ahogy az összes többi eddig évfolyamhoz, és nem tudom, hogy az életemben lesz-e még egy ilyen, mint amilyen ez az évfolyam volt. Emlékszem rájuk, amikor még az Omiban botladoztak, testnevelés foglalkozáson találkoztunk, aztán nehezen, de azért besorolódtak azokba az elsős osztályokba, ahol Gabi néni, Anita néni, Alíz néni, Erika néni, Ernőke néni, Kata néni, Ilma néni, és még sorolhatnám, hányan segítették a munkátokat. Azokat az általános dolgokat, vagy inkább nagyon konkrétakat, amit a hetedikesek elmondtak, félretenném a papíron.
1440 nap alatt, ahol a pici sárga virágból pitypalkát fejlődtetek, sokan segítették a munkátokat. Köszönöm a kollégáimnak az áldozatos munkát, köszönöm azt a sok jó szót, együtt töltött szabadidőt, és nem lehetve azt a munkát, amit néha nem hibátlanul tettünk, de minden értetek volt. 84 itt, de egyel többen. És tudjátok, hogy ő most is velünk, amit gondol rá. És mosolyog, mert tudja, hogy jó helyen voltatok. Itt van virágja a jászlának, de az a kis fehér gömböcske, ami a taliszmánkokban, és amit a hedelékesek említettek, az itt marad. És erre bármikor vissza lehet ülni, bármikor vissza lehet jönni, és bármikor újra sok szeretettel várunk benneteket. Aztán még vissza az emlékezéshez. Nagyon remegő hanggal nézek végig a sorokon, mert oly sok boldogságot, oly sok örömet, oly sok eredményt hoztatok ennek az iskolának, amiért nem tudok elég hálás szavakat találni. Nem felejtem el a múlt vasárnapot, amikor a kézismányok hazaértek. Nem felejtem el azokat a nagy örömöket, amit nem csak a sportban, fociban, atlétikában szereztetek, hanem ha egy szép alkotást készítettetek, és megmutatjátok az, milyen örömet okozott. És amikor kérdezik, hogy mire vagyok a legbüszkébb, akkor nem azt a munkát említem feltétlenül, amit mi ebbe belefektettünk, hanem azt, hogy ilyen diákjaink vannak. Ült fogtok magatok után, hogy nagyon nehéz lesz pótolni, de helyetekbe fognak jönni hetedikesek, akik mások, akik más szint fognak hozni, akik más ült fognak hagyni a szintünkben. Nagyon köszönöm a szülők támogató segítségét is, hiszen nélkülük nem tudtuk volna így magot nevelni. Azt a feltétel nélküli önzetlen szeretetet, amelyet támogatták gyermekeiket, és azt a hozzánk való bizalmat, amelyet megadtak, hogy olyan alapokkal indítsuk el gyermekeket, amelyre jól lehet építkezni, ahogy a Dávid mondta. Tudom, és hiszem, hogy meg fogjátok állni a helyeteket a középiskolában, és kívánom mindenkinek, hogy azt, amit a saját életében célul tűzött maga elé, azt el tudja élni. Egyre több döntés fog rátok hárulni, hiszen ebből a kis kamaszkorból, amelyben itt azért védőbulomban voltatok, ki fogtok lépni, és bizony néha nektek kell meghozni majd döntéseket. Tudom, hogy ez nagyon-nagyon jól fog menni nektek, hiszen mindig őszinték voltatok, és ez a képességetek nagyon-nagyon jól fejlődött, és ez nagyon-nagyon öröm a számukra. Amikor azon gondolkodtam, hogy milyen idézetet mondanék nektek, akkor az általam eddig előnemben legkedvesebb idézetemet, illetve versenet szeretném elmondani nektek, amelyet Vörös Sándor tollából idézni. Szembefordított tükör. Örömöm sokszor odolgyék a te örömödben, hiányosságom vágyékból jóság el benned. Egyetlen parancs van, a többi csak karács. Igyekezünk érezni, gondolkodni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél. Egyetlen ismeretlen van, a többi csak toldás. Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létre. Az igazság nem mondhatokban rejlik, hanem a torzítatban létezésben. Az öröklét nem az időben rejlik, hanem az összhang állapotában. A nyolcadikosok tablója jelképezi ezt a gondolatsort, és amikor néztétek a tablótokat, és azt mondtátok, hogy Úristen, akkor jutott eszembe ez a
gondolat, hogy elrugaszkodtatok a földtől, az eget kívánom, hogy érjétek el, és ott, akik repülnek a képen, azok vagytok ti a létra, amelynek valamelyik fokán álltok, értelmileg, érzelmileg. És jégenyből önvallás, négy apró mondat. Sajnálom, ha bármi olyan történt, ami megbántott benneteket. Kérlek, bocsássatok meg ezért. Nagyon szeretem benneteket, és köszönöm, hogy ebben az iskolában jártatok. Éva néni szava után megkérem a végzősök képviselőit, hogy a sok éves hagyományt követve kössék fel a szalagot az iskola zászlóra, majd a tabló fotóit tartalmazó albummal együtt adják át a 7. évfolyamosoknak. Faragó Panna, 8. B-osztályos tanuló,
és Kis Dávid, 8. osztályos diák, a Diák Önkormányzat elnöke kapja. Gratulálunk! És az osztályatokkal oly sok élményben lehetett részletek az elmúlt 8 évben. Sok munkája volt azoknak a szülőknek, akik a szülői munkaközösségben vállalták szerepet, és segítették a közösséget. Ezt a munkát az osztályfőnökök és az igazgatónő egy szerény ajándékkal szeretnék megköszönni. Kérjük, hogy az alábbi szülők fáradjanak a küzdőtérre. A 8. osztályból Horváth Gabriella és Sárosát Mercedes. A 8. B osztályból Jurinovics Andrea és Sömenekné Ruth Erika. A 8. C osztályból Varna Beáta és Lord Balázsné. Thank you.
Night.